Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, január 16-a van. Ezen a napon ünnepli rendünk a boldogságos Szűz Máriát, mint a remeték királynőjét, a páros rend édesanyját és oltalmazóját. Ez a szent misét erről az ünnepi alkalomról imádkozom, és mint Annáért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szíveket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmez! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Minket a boldogságos Szűz Máriának, a remeték királynőjének különleges oltalma és vezetése alá rendeltél. Add kérünk, hogy Krisztussal Istenben elrejtett életét hűségesen kövessük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Szentlecke jelenések könyvéből. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, láb alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva,
és mindegyik fején korona. Farkával lesöpölte, és a földre szólta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ez az Isten igéje. Szívem újjong üdvözítő Istenemben, szívem újjong üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintet reméltatta alázatos szolgáló leányát, ím ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek. Szívem újjong üdvözítő Istenemben, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők. Szívem újjong üdvözítő Istenemben. Alleluja, 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 alleluja. Kelj fölvedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután a bölcsek eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, míg nem szólok neked. Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresse és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az egyiptomi menekülésre utaló szavakat találunk itt, ebben az evangéliumi részletben. A Szent Család Egyiptomba menekül Heródes üldözése ellen, vagy elől, fölvállalván mindazt az értéket, amit magukban, sokkal inkább magukkal visznek, és Jézus Krisztussal, a gyermekkel elmennek Egyiptomba. Mi
valamennyien értékesek vagyunk Isten szeme, színe előtt, és erre az értékre vigyázni kell. Sokszor eltűnődtem ezen a szólásmondáson, hogy gyöngyöket disznók elé, de alig, hanem ennek a szólásmondásnak valóban van egy olyan igazsága, hogy hiába szeretnénk adott esetben a legszebbet vagy a legnemesebbet adni másoknak, hogyha ők még nem tudják értékelni azt. Alig, hanem ez a mai világnak egy különlegesen nagy nehézsége, hogy bizonyos dolgokat az emberek, a mai ember nem tud értékelni. Nincs értéke dolgoknak, de legfőképpen nincs értéke a személyeknek. Nincs értéke az egyik embernek, a másik embernek, és abban, hogy Istennel nem tudunk mit kezdeni, ebben tulajdonképpen benne van az, hogy Istennek a gazdagságával, Istennek az értékével nem tudok mit kezdeni. Avval, amit ez számomra jelenthet, hogyha Istent Istenként tudom elfogadni. És így nagyon sajátos módon egy ilyen különlegesen ilyen értéktelen, szintelen, egy ilyen moslékvilág alakul ki körülöttünk. Egész pontosan nem a világ ilyen, hanem mi magunk tekintünk ilyen módon rá. Vannak értékeink, és ezeket az értékeket meg kell óvni. Értelmesen, okosan, ügyesen. Nem elzárjuk ezeket másoktól, erről szó sincs, de akkor, amikor missziót vállalunk, és küldetést veszünk a nyakunkba, akkor emögött ebben az is benne van, hogy embereket fölkészítünk arra, hogy találkozzanak az igazi értékkel, és találkozzanak Istennel. Mert hogy ott abban a pillanatban, sőt, nagyon színűség szerint ott abban a pillanatban adott esetben nem tudnak mit kezdeni Istennel. Nem tudnak mit kezdeni az értékekkel. De hogyha föl tudjuk őket készíteni a találkozásra, akkor valóban a helyén, vagy egyre inkább a helyén fogják tudni kezelni az értékeket. Medjugorjének egyik látnoka, Mirjana, nagyon érzékletesen beszél arról, hogy mit is lehet abban a kérdéssel kezdeni, hogy hogyan fogadják az emberek Máriát, illetve Máriának az üzeneteit, Jézus Krisztusra mutató üzeneteit. Hát itt egy örök igazságot mond el újra, és a velem beszélgető riporternek, kérdező társának ugye ennyit mond, illetve azt mondja, illetve ezt fejt ki röviden, hogy nyilvánvalóan elsősorban nekünk kell értékesnek tartani azt az üzenetet, amit Mária ebben a nagyon híres magánkinyilatkoztatásban megad. És elsősorban nekem kell komolyan venni. Nekem kell ez alapján élni. Tehát az imádságra, a bőjtre, az engesztelésre, a megtérésre valóban gondot és helyet fordítani az életemben. És amennyiben ez megtörténik, az a többi ember életére is kihatással lesz. Tehát, hogyha én magam ismerem az értékeket, a saját értékeimet, környezetemnek az értékeit, legelsősorban Istennek az értékeit, és e szerint élek, akkor ezeket az értékeket, alig ha nem, a körülöttem állók is egyre mélyebben el fogják tudni fogadni, illetve önmagában egy olyan életet tudok élni, amely tanúság az értékeknek az elfogadásáról. Nagyon sajátos belegondolni, ugye, első emberpárnak a bűnébe, Évának a bűnébe, de hát ez egy közös bűnből volt, sőt, Ádám nagyon, hogy is mondjam, lovagiatlanul viselkedett ott a bűnbeesés környékén, de hogy
Évának az embernek a személye, vagy a bukott embernek a személye, ugye milyen szépen kiegészül, illetve kiteljesedést nyert Máriának a személyében. Isten helyrehozza azt, amit vétünk, de nyilvánvalóan ad egy utat is ahhoz, hogy ebben a helyreállításban mi magunk is valamilyen módon részt vegyünk. Állítsuk helyre saját magunkban legelőször is az értékeinket. És legyen egy olyan életünk, amelyet tanúságot teszünk ezekről az értékekről. Tehát nyilvánvalóan, hogyha én örömtelenül imádkozom, vagy örömtelenül járok a templomba, vagy buta szabályokat hangsúlyozva, illetve nem a szabályok a buták, hanem én hangsúlyozom bután a szabályokat, egy állandó, hogy is mondjam, szembesítést tartok a környezetemnek, nyilvánvalóan ez a magatartás nem fogja ráirányítani azokra az értékekre a figyelmet, ami ott van az imádságban, vagy ott van a templomban, a templomnak a közösségében. És hát végülis az oltári szentséggel való közösségben. Szépen és értelmesen, effőképpen szeretettel tegyünk tanúságot azokra az értékekről, amelyek nekünk megadottak. És valóban képviseljük ezt embertársaink felé. Amen. Imádkozunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja a kérésünket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházat anyjává. Az ő közbenjárására tarts meg a Szent Hitben a pápánkat, a főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papjainkat és az egész hívő népet. Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd, hogy elhunyt testvéreink hátra engedd el elhunyt testvéreink hátra levő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, ragyáljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét,
ebből lesz számukra az élet kenyere. Áldott vagy Urunk mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szöldőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el Istenünk a neked fölajánlott adományokat, és add, hogy hivatásunkat és küldetésünket az egyházban a boldogságos Szűz Máriának, a remeték királynőjének és rendünk édesanyjának segítségével teljesítsük. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felvegyetek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, a remeték királynőjének ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerő is, a boldog szeráf kórusok, újjongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt.
vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szentelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, János és Ferenc segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házat népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhúny testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk,
minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten páránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazd nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazd nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Énekeljük a 142. éneket. Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetnek. Rendben minden nagy szentségek, és alván
Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőle, a gonosz ellenségtől oldalmazd engem, halálom óráján hív magadhoz engem, ne hadd, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk és Istenünk, add meg nekünk, hogy szentségeid erejéből megerősödve, és a boldogságos Szűz Máriának a remeték királynőjének közbenjárására egyre jobban szolgáljuk a megváltás titkát, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldt el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Imádkozzunk a páros rend szándékára, édes magyar hazánkért oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz, venyárunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világba, Isten erejével rosszítsd vissza a helyére. Amen. Imádkozzunk Zsombor Atya gyógyulásáért, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Énekeljük el a 172. A éneknek az első verszakát. Ó Mária, drága nép, téged úgy, hogy tisztansz,